A nehéz napok a Föld nevű bolygón című filmsorozat idegen az idegen földön című epizódja. A főszerepben Martin Cole, Szabó Sikors Barnabás, Marita Garrity, Orosz Helga és Roszka Almen, Borzoltán. Szolgálatot tett nekünk az andáriai háborúban. Sokat köszönhetünk nekünk. Elég, ideje ítéletet hozni. Vezessék elő a foglyot. A vádlott bűnösnek találtatott polgártársai ellen elkövetett erőszak büntetében. Törvénysértő magatartása nem maradhat megkorlatlanul. Az ítélet számüzetés erre a kezdetleges, civilizálatlan bolygóra. Az elítéltnek fel kell öltenie a bolygó lakóinak külsejét, és alkalmazkodnia a primitív életkörülményekhez. Életben maradása a kristálytól függ, amelyet állandóan magával kell hordania, különben elveszíti rendkívüli erejét. Az elítélt fővizetével megbízott ítélet végrehajtó közeg mindenüvé követni fogja, mint az árnyék. Időről időre jelentés lesz maga viseletéről, ellenőrzi és elbírálja cselekedeteit anélkül, hogy közvetlen segítséget nyújtana. Ha az elítélt megbánást tanúsít, változtat összeférhetetlen magatartásán és a javulás útjára lép, a nagy tanács engedélyezi hazatérését, ellenkező esetben a büntetése örökös számüzetés. Az ítélet azonnal végrehajtandó. Panaszkodsz nekem, te kis elektrontákolmány! Finoman, finoman. Jobb, ha megtanulsz alkalmazkodni ez a primitív emberi fizikumhoz. Aha. Az emberi lények ezt az elektrokémiai többfázisú neuronreakciót fájdalomnak hívják. De mondd csak, milyen érzés? Ez semmiség még a várható tapasztalataidhoz képest. Itt most hős lehetsz, de okos nem. Hatóság elleni erőszak. Verekedés nyilvános szórakozó helyen. Egész települések lerombolása. Mit vártak tőlem? Én máshoz nem értek. Egyetlen bűnöm, hogy megnyertem nekik a háborút. Most meg kell tanulnod felelősséget vállalni a tetteidért, ha valaha haza akarsz jutni. Itt de nem könnyű ezek között az idegenek között élni, hát még neked. Na, gyere! Lehet, hogy beszélsz a nyelvükön, de fogalmat sincs az értelmeikről, a cselekedeteik indítatásáról, egyáltalán az ő világukról. Utálatos dolgaik vannak, nem igaz? Nézzünk be! Na látod, milyen kellemes itt. Figyelj csak meg!
mindenit. Ez mások. Micsoda ravasz húzásaik vannak. Résen kell lennem. Isten hozott. Fáradj beljebb. Jaj, bocsáss meg. Ezek a benszülöttek olyan primitívek. Alul van elrejtve a készülék. Információ közlő készüléke. Ebből megtudhatod, milyen az egész társadalmuk. A valóságos adatbank. A földi lép kvintesszenciája. Most nyitj ki a szemed. Érdemes tanulni. Ártatlan vagyok! Nem kaptok el élve, rohadtam! Így könnyedén elsajátíthatod a jómodor elemi szabályait. Miért nem akartok mindjárt itt letelepedni? Szerencsére erre nincs megbizatásom. Ami téged illet, meg kell próbálnod elsajátítani a lehető legemberi magatartást. Találtam egy helyet, amit ők Los Angelesnek hívnak. Ott fogunk letelepedni, nagyon nyugis hely. Mindjárt visszajövök, addig próbáld meg baj nélkül megúszni. Viszont láthatja őket, ha teljesíti a feltételeket. Írja alá, nincs más választása. Egy perc gondolkodási időt adok. Csak hogy újra láthatnak. Láthatta, életben vannak. Vezessétek el. Papa! Várjanak! Várjanak! Ez disznóság! Nem így szólt a megállapodás! Tedd meg, amit kérnek tőlem! Mit kérlek? Mit tegyek? Mit? Az a bizonyos zöldszemű szörnyeteg. Igen, a féltékenység. Sokszor tapasztaltuk már, hogy a féltékenység és az irigység tönkreteszi a legszebb családi és baráti kapcsolatokat is. Úgy vé... Menjetek a felébe! Hallotta? Adjak neki egy kis leckét! Nem tudom, minek néz minket! Állj fel, te gazember! Beszélj! Már mindent elmondtam, amit tudtam. Nem mondtad el! Ki volt velem? Erről nem mondhatok semmit. Minket pedig csak ez érdekel. Pattanásig feszült a helyzet. Bocsáss meg! Úgy látom, te képviseled az itteni hatóságot. Érdeklődni szeretnék... Légy szíves! Tanácsot szeretnék kérni. Ugyanis először vagyok itt. Különleges megbízatással. És nem vagyok még tisztában az itteni protokoll szabályokkal. Értem. Nem vagyunk azonos hullámhosszon. Milyen különös? Itt senkinek sincs semmi megbízatása. Nem is olyan könnyű a dolgom, mint hittem. Kifelé! Egyesével és fegyvertelenül! Gyezeket a tarkóra! Gyezeket a tarkóra? Azt mondja ez a zsaru. Hallottad ezt, főnök? Itt a válasz, nesztek! Vigyázzatok! Feküdj! Feküdj! Jesse sokáig dolgozott? Nincsnél láttam egy fél órája. Világítsd be!
Betörték az ajtót. Itt a 36-os kocsi a 211-es úton a benzinkútnál vagyunk. Betörés gyanúja. Körülnézünk. 36-os, vettem. Adja meg a koordinátát. Mi a fene ez? Készítsd a stukkert! Itt a rendőrség! Maga! Oda ben! Jöjjön ki felemel kézzel! Dobd el a fegyvert, vagy meghal a kölyök! Mit dumál ez? Túlszul ejtett a gyereket. Próbálja ki ön is a nagymosásnál. A szuperfehér 25-öt. Elmevetek, bűnöző. Na gyerünk, te vigyázz! Tűnés innen! Fegyvere van! Én tettem. Higgyetek, nekem ártatlan vagyok. Nem kaptok elérve, rohacsárok. Lelőj, megadom magam. Megvárjuk az erősítést. Igen. Nem bírtatok vele. Volt nekem dolgom egy-két nehéz fiúval, de ilyet, mint ez... Úgy lőtt ki a garázsból, mint egy rakéta. Ilyen nincs. Na nézzük meg. Emlékezik, hogy egyedül volt. Hatan sem tudnának ekkora pusztítást végezni. Mint a tornáló söpört volna végig. Róla, fiúk, kutassatok át minden. Az egész épületet. És a kocsim? Miért hatátok meglépni a kocsimmal? A közúti ügyelet nem találja a kocsit. Folytassátok a kutatást. Ezt nézzétek! Mit találtatok, Nelson? Nem is tudom. Nem kellett volna egyedül hagynom azt az idiótát. Hogy tehette ezt velem? És mindjárt az első nap. Szabadjára engedtem egy szörnyet. Meg kell találnom. Minél előbb. De hogyan? A kristály nélkül neki vége. És nekem is. Ötötszörre mondom, Charlie. 5006. 0374-es pont. 1-es, 4-es, 6-os, 7-es. Vetted? Nyugalom, Karen. Tartjuk az összeköttetést. Lehet, hogy te nyugodt vagy a légkondicionált kocsitban, de én ki akarok jutni innen. Még mielőtt elolvadok. Ez a geológus élete. Őség és por. Hova sietsz annyira? Randit van Mr. Wright-tal. Kapcsold ki magad. Neki legalább nem csak egy inge van. Fölmentem a 7-esre. Tarts ki, te vén tragocs. Legalább most az egyszer. Oh!
bázis hívja Karent. Ismétlem, ha hallasz engem, maradj ott, ahol vagy. Egyenesen oda megyünk, ahonnan utoljára jelentkeztél. Nem megyek sehova, Charlie. Ó, kérlek, siess. De miattad volt? Hol vagy most? Charlie. Idióta! Mi a fenét csinálsz, te elrűlsz! Hol vagyok? Mi? Nem látja, hogy segítségre van szükségem? De hol vagyok? Úristen! Maga tényleg nincs eszénél? Nézze, ez a jeep bedöglött, érti? Bármely pillanatban lezuhanhat, kérem, segítsen már! Ha mindenit segítsen! Jaj, mit csinál? Kérem, hagyja! Hagyja azt az ocskat ragacsot! Biztosítva van! Sajnálom, hogy a fiúk így bántak a férjével. Fogja a gyerekeit, azt mondjam, és jöjjön velünk. Jöjjön velünk Fort Louisba. Mi történt? Csak, hogy jobban van. Az előbb félrebeszélt. Ha tudná, mi mindent összehozott. Túl sokat nézi a tévét. Jobban van. Gyengén. Ne vicceljen. Egy kicsit talán sokáig tart, amíg kapcsol, de ha egyszer beindul, akkor fantasztikus. Hihetetlen, amit tett. Még most nem tudom elhinni. Megmentette az életemet. Jessie-nek hívják? Jessie. Szia. Karen vagyok. Ezt ugye te veszítetted el. Akkor most mennem kell. Jobb, ha nem megy egyedül sehová. Mindjárt jönnek a barátaim, és elviszik orvoshoz. Meg kell őt találnom. Az árnyékomat. Eltűnt. Azt mondta, megkeresi Los Angeles-t. Mi az a Los Angeles? Los Angeles? Az egy város. Hol van az a város? Los Angeles. Innen nyugatra. 120 mérföldnyire. A 10-es országúton. Nyugat? Arra! Te nem vagy idevalósi, ugye? Nem, én száműzöm. Turista vagyok. Várj! Orvosra lenne szükséged. A barátaim mindjárt itt lesznek. Elviszünk a legközelebbi kórházba. Nem tudtok segíteni. Meg kell találnom az árnyékomat, amit elveszítettem. Mit? Várj! Én nem tudom, hogy ki vagy te. Honnan jöttél? Nem tudok rólad semmit. De megmentetted az életemet. Hálás vagyok neked. Lehet, hogy hülye vagyok. Miért? Ha szükséged van egy barátra Los Angelesben, itt a telefonszámom. Sajnálok, hogy annyira csúnya vagy. Jó! Legközelebb kipestem magam! Hé! Az országúton!
Miért nem tudtál a fenekeden maradni, de lehetetlen alak? Tudhattam volna, hogy nem lehet bízni benned. Hol vagy? Most haladt át egy csirkefarmon Lancaster közelében. A nyomában vagyok. Hívja a központot. Mondja be, hogy egy ámokfutó közlekedik az úton. Gubancer! Újabb rádió üzenet, kapitány. Na, mondja csak majd. Lelászta a serifet, két kocsit meg a közúti járót a Hollywoodi úton. Már azt hittem, hogy bekerítettük, de átment a szembejövő sávba, és most egyenesen, mint az őrült, a folyó felé tart. Ez a fickó kemény dió, ez kapitány úr. Azt mondja, hol van most, a többit tudom. Még mindig az országúton közlekedik a város felé. Öt kocsi követi. Aha. Hol kerülhetnénk elébe? Ha sietünk, a hatodik utcánál a felüljárón. Gyerünk, én akarom letartóztatni. Ott van! Ott egy kapu, vigyázzon! A régi szép időkben, igaz, kapitány úr? Azok most visszatértek. Elhagytuk a Broadway hidat. Megyünk tovább délfelé. Hívják vissza a helikoptert. A fickó az orrunk előtt sétál. Kapitány, hívja a közúti felügyeletet! Küldjenek még két kocsit! Két kocsit, szokatotos felügyelőt! Kapaszkodj, Tahi! Követjük, kapitány. A Los Angeles-i kikötőjét. Úristen! Sürgős! Itt van Hudson kapitány! Zárják le a hidat! Küldjenek ide értem valakit! Gyerünk, Mike! Most besétált a csapdába! Megjön Frasson kapitány! Hol a pokolban van most? Kiugrott és felszaladt a hídra. Mi a zene van ezzel? Beszaladta? Sajnos erről szó sincs. Lehet, hogy ugrani készül. Lezártuk a hidat, de óvatosan közelítsük meg. Jól van. Nyisson egy kis utat. Engedje el egyesével az autókat, ne legyen dugó. Adjon mellém valakit, aki biztosít. Majd én. A többiek csak jeladásra mozduljanak. Igenis. Vágy a kölcsön a sokkerét. Adják szabadon a feljáratot. Húzódjanak hátrébb, ne akadályozzák a hatóságot a munkájában. Éppen itt. Túléltem az andáriai háborút. Nem akarok itt meghalni. Senki sem kívánja a halálát, pajtás. Senki sem bántja magát. Túl vagyunk rajta. Mi csak segíteni akarunk. Árnyék! Tudom, hogy itt vagy. Hallasz engem? A fene egyen meg téged, meg a megbízóidat. Hallgasson ide! Segítünk magának.
Orvoshoz fogjuk vinni. Arra. Nincs ide. A kristály. Nem tudom, mi lehet a baja. De azt látom, hogy rosszul van. Most! Állítsák meg rögtön azt a hajót! Arról, hogy milyen kínos helyzetbe hoztál. Tudod, mi lesz ennek a következménye? A fenébe. A kristályt. Egyes számú utasítás. A büntetőeljárás végrehajtója soha semmilyen körülmények között nem nyújthat segítséget a büntetőeljárás alatt álló személynek azonnali elbocsátás terhe mellett. Tehát tilos veled együtt működnöm. Te bolond! Ha meghalok, téged is megsemmisítenek. Véged. És mindez miattad? A legjobb esetben is az antianyagroncs telepen végzem a 11-es kőbolygón. De ha megmentenek, elvágtam magam örökre. Micsoda dilemma. Tedd a kristályt a peremre. A kezem ügyébe. Nem értem, mire jó ez. Aha, értem már. Igen. Ha nem áll szándékommal, hogy megmentselek, csak éppen oda teszem a kristályt, és te valahogy megpróbálod... Siess, tedd oda! Most inkább másfelé nézek, úgy véletlenül. Készen vagy már? Sikerült? Megvan. Ugye nem is volt olyan nehéz. Nem. Ne nehezítsük meg a saját dolgunkat. Inkább próbáljunk kijutni ebből a kutyaszorítóból, mielőtt rátalálnak a zsarok. Nem tudtam elfutni előlük. Mindenütt ott voltak. Nem kellett volna elfutnod. Mit gondolsz, miért száműztek ide? Így sosem kaptam nesztiát. Ide nem vagyunk cinkosok. Fogalmad sincs, milyen veszélyben voltam. És cserben hagytál. Arra nem gondolsz, hogy az én sikerem tőled függ, a tiéd meg tőled? Ha én értemeket akarok szerezni, és te valaha haza akarsz jutni, segítenünk kell egymásnak. Én neked? Akkor már inkább kerüljek az antianyag temetőbe. Ha nem akarsz segíteni, úgy is jó. De le kell töltened a büntetésedet, és ha nem segítesz ezeknek a primitív lényeknek, véget. Amíg meg nem jön a jobbik eszed, tőlem ne várj több jó téteményt. Boldogulj, ahogy tudsz. Én nem vigyázok rád tovább. Isten hozott a földbolygón. Sok szerencsét. Tetszik valami? Csak szóljon! Vendégem vagy haver.
Adjon még egyet. Igenis. Nincs újabb hír az országúti álmosztusról. Lehet, hogy tragédiával végződött az eset. Még mindig keresik annak a férfinak a holttestét, aki a vízbe vetette magát a Los Angeles-i hídról, miután hiába próbált kitörni az őtűzöző rendőrök gyűrűjéből. A parti őrség és a rendőrség folytatja a nyomozást, egyelőre eredménytelen. Az eltűnt férfi valószínűleg őrült volt. És végül az időjárásról. Marad a kellemes, fáradt meleg. Holnap találkozunk, szia! Hé! Hey, valaki lopja a bábút! Karen, pillanatnyilag házon kívül vagyok. A bugó hang után hagyjon üzenetet, és adja meg a telefonszámát. Mihely tudom, visszahívom. Karen, azt mondtad, segítesz. Most szükségem lenne rád. Halló, Jesse, te vagy az? Igen, Jesse. Úristen, hát te élsz. Karen, azt mondtad, hogy segítesz. Bajban vagyok. Persze, hogy segítek, ha tudok. Na, hol vagy most? A telefonfülkénél. Igen, azt gondoltam, de tudod, rengeteg fülke van a városban. Melyiknél vagy? Hol vagy? Nézd körül. Nem látsz valami utcanév táblát, valami épületet a környéken? Mondj valamit. Van itt egy nagy ember, egy oszlop tetején. A feje olyan furcsa, nem olyan, mint másoké. Szobor? Egy szobor. Ott valami tér lehet. És kinek a szobra? Kit ábrázol? Hé, ereszel, te hülye! Ki az ott? Az? Igen. Az a csirke fiú. Csirke fiúnak hívják. Csirke fiú? Ah! Jesse, a belvárosban vagy. Ismerem azt a környéket. Maradj ott. Érted, megyek. Igen, gyönyörű. Remekül áll önnek. Éppen ilyenre vágytam.
Egyik szebb, mint a másik. De rendbe kéne hoznom magam. Bocsánat, van itt valahol mosdó? Hogy ne, asszonyom, ott hátul van. Köszönöm. Bocsánat, a női mosdót keresem. Menjen egyenesen. Amit mondok, akkor nem lesz bántódásuk. Forduljanak a fal felé! Pakolj be minden! Kezeket fel, nyissa ki a páncéltermet! Nyissa ki a páncéltermet, vagy agyonlövöm mindannyiukat! Először őt, aztán magát! Kérem, én csak eladó vagyok, a kombináció a tulajnál van. Ő most nincs itt, könyörgök, higgyen nekem. 10 másodpercet adok. Ha nem akarsz segíteni, úgy is jó. De le kell töltened a büntetésedet, és ha nem segítesz ezeknek a primitív léneknek, vége. Kérem, segítsen már! Lejárt az idő. Nagy meggondolatlanság lenne. Tűnjünk el innen! Tűnés, indíts! Hol van Harry és Frank? Az a pacsas! Őrül! Tűnés innen, gázteki! Ki? Felfal minket, nyomás! Gyerünk a felébe! De ki? Ő! Hogy ez zsákutca! Hé, azt nem bírod el! De elbírja! Úristen, mit akar ez? Kerüld ki! Kerüld ki! Ne! Nagy hiba volt. Jönnek azon! Itt a fényképezőgép. Csinálunk egy szép felvételt. Kérem, mondj róla. Láttam már az előtt is? Nem tudom, honnan szalasztották. Olyan volt, mint egy vadember. Nézze meg, hogy szétverte az üzletet. Elfelejtél, hogy megmentette mindannyiunk életét? Nem, honnan nem. Hol vagy, Jesse? Le tudná jönni a külsején? Hatalmas termetű, legalább 6 láb magas. Hosszú hajú, borostás, rosszul öltözött férfi volt.
Nem. Úgy nézett ki, mint valami westernhős, mint Clint Eastwood, vagy mit tudom én, kalap, poncsó, csizma meg ilyenek, csupa jelmez. Jesse! Jesse! Hülye csúsz! Jesse! Jesse, várj! Ő volt az! Báj! Fúss! Fúss! Mi az ördög volt? Tőlem kérdi. Maga a főnök. Kemény dió, ugye, kapitány úr? Az az ékszerbolti eset valami varázslat volt? Az is lehetett. Vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Ez a fickó nem csak egyszerűen őrült. Ez menekül valami elől. De talán nem is tudja, mi elől. Mondjak valamit? Nem hiszem, hogy utoljára láttuk. Nem tudom, érted belém. Ha segítek, neked magamnak állok. De akár tetszik, akár nem, egymásra vagyunk utalva. Egyetlen reménységem, hogy te megmenekülsz. Talán, ha neked sikerül, nekem is sikerül visszaszereznem a nagy tanács bizalmát. Nem tehetek róla. Én nem tudok megváltozni. Akkor sohasem jutsz haza. Pedig megesküdtél, hogy egyszer visszatérsz. És mi lesz a családoddal? Gondolkodj. Nem, barát. Ha haza akarsz térni, be kell bizonyítanod, hogy igazán megváltoztál. Hogy változzam meg? Le kell számolnod a saját magadságoddal. Olyan nehéz? Tanulhattál volna ezeknek a szegény lényeknek az őrültségéből. Különben is, néha már segítettél nekik. Nem tudom, mi ütött belém olyankor. Egyszerű. Kezdesz olyanná válni, mint ők. Kezdesz úgy érezni, mint ők. És ezt te is veszem majd a jelentésembe. Még jó, hogy eszembe jutott. De mennem kell. Fel a fejjel. Amíg te mindenféle zűrzavart csináltál, én tanulmányoztam ezt a környezetet. Mennyi érdekes felfedezést tettem. De most pihenj egyet. Holnap mindent újra kezdünk. Gyere vissza, te kis álnok kétszínű herkentyű! Rendezte Robert Mandel. A Fork